17 sportágban közel 170 díjazottat ünnepeltek a másodszorra megrendezett Gyepóce Miklósi Sportgálán. Szombaton tartották a Kárpát-medencei disznótoros fesztivál és sütemény mostra 10. kiadását Gyergyószent Miklóson a Városnapok részeként. Végéhez közeledik a Székely honnapi lap nagyszabású nyereményjátéka, kedden 16 óráig, illetve online éjfélig lehet előfizetni. Köszöntöm nézőinket, híreinket látják, jó estét kívánok! Egyetért azzal Ludovik Orbán kormányfő, hogy tilos legyen a nyugdíj és fizetéshalmozás, mivel nem normális, hogy olyan személyek, akik nyugdíjba mentek és nyugdíjat kapnak, emellett jövedelmet kapjanak az állami szektorból. Elmondta, hogy azokról van szó, akik 40-valahány évesen nyugdíjba mennek a rendőrségtől vagy más struktúráktól kapják a nyugdíjat, amelyek többsége magasabb, mint az átlag nyugdíj, és emellett jövedelmet kapnak az állami szektorban. 17 sportágban közel 170 díjazottat ünnepelt péntek délután a Gyergyószent Miklósi Sport. A másodszorra megrendezett sportgálán az aktív felnőtt sportolók mellett figyeltek az utánpótlásra, azaz a gyerekekre és az idősekre, az egykor példaképnek számító veteránokra is. Ferenc Réka az ifjúsági világbajnok és más nemzetközi versenyek érmes biatlonistája volt, az esemény díszvendége. Jánosi Béla a gyergyói ISK igazgatója vettek részt a díjak átadásának első részén. A sportiskolások számos fényes érmet értek el, sífutásban, alpesi síben, kosárlabdában, teniszben és jégkorongban. Díjazták magát az intézményt is fennállásának 65. évfordulóján. Sízők, asztali teniszezők, kosarasok vonultak a színpadra, majd a Gyergyószent Miklósi Gyermekek Háza tornaszakkör ritmikus gimnasztika csoportjának előadását láthatták a nézők. Nagy Zoltán polgármester és Duduc Tibor a Somorjai Sport szakbizottság elnöke adták át a külön díjat Lénárd Pálnak, és elismerésben részesült Lénárd Lajos is. Díjat kapott a Gyergyói Hoki Klub is, amely visszavezette nemzetközi szintére az Erste Ligába Gyergyón nemzeti sportját, és a Fax Hockey női csapata is, amely első szezonjában már bajnoki ezüstérmes volt. A csapatsportágak sorában elismerésben részesítették az Inter Gyergyót és a női futsal csapatot, a Futsal Dolzt is. Természetesen kiemelt figyelmet érdemelt a gyergyói VSK megyei bajnok labdarúgó csapata és a focis utánpótlás is. Somorja testvérváros felajánlásaként a Jövő FC U14-es csapatának adtak át külön díjat. Táncban, zenés tornában is elismeréseket adott át Lukács Orsolya tanácsos és a Fitpoint Fitness központ vezetője, illetve Tatár Előd a Városi Sportklub menedzsere, díjazták a Gyergyószent Miklósi Gyermekek Háza tornaszakkörének ritmikus gimnasztika csapatát, a Brill Dance-t és az idén már 22 éves Step Dance táncosait is. A küzdősportok terén a karate több szakágát művelő és az ökölvívásban eredményes sportolók is díjat kaptak. Nem maradt el az egykor világhírű és mostanában újjáéledő szertorna és vidékünkön újnak számító úszás, a sakk, testépítés, hegyi kerékpár, terepfutás, versenytánc sem. Amint az eseményt megálmodó Tatár Előd, a Gyergyói Városi Sportklub vezetője elmondta, idén már a tavainál több díjat adhattak át, jelezve a növekedő érdeklődést, jövőre pedig egy még inkább szórakoztató gálaműsor keretei közé szeretnék illeszteni az eseményt. December 10-én reggel 8 és 17 óra között nem lesz víz a külső, a Margarita, a Rózsák, a Régi Gyár, a Mihály Eminescu, a Kossuth Lajos, az Állomás, valamint a Fazakosok utcában, illetve a Testvériség sugárúton és az Imegé tömbházakban a vezetéken végzett munkálatok miatt. Az ott lakók megértését és türelmét kérik.
Szombaton tartották a Kárpát-medencei disznótoros fesztivál és süteménymustra 10. kiadását Gyergyószentmiklóson a Városnapok részeként. Az esemény kiegészült a foralbort készítő versennyel. Az évforduló alkalmával 2019 adag húsos káposztás ételt főztek a Kossuth Lajos utcában. A Szent Miklós napok egyik legnagyobb tömegeket megmozgató rendezvényét tartották szombaton. Több mint 50 csapat részvételével zajlott a 10. Kárpát-medencei disznótoros fesztivál Gyergyószent Miklóson. Már a délelőtti órákban jócskán rotyogtak az ételek a bográcsokban, gőzölögtek a foraltborok, és többen is neveztek a sütemény mustrára. Kollégánk is tagja volt az egyik csapatnak, amely ide származott gyergyújakból tevődött össze. Úgy szerveződtünk össze, hogy immigránsok vagyunk, tehát bevándorlók Gyergyószent Miklóson, egyikünk se született ebbe a városba, és még a medencébe se, ez egy alapkitétel volt. Valaki Sepsiszentgyőről, mint én, valaki Csíkszeredából, vagy Nyárádmentéről, akár Marosmagyaróról, Marosmentéről érkezett ide. A kaját is egyébként úgy állítottuk össze, hogy ez egy káposztai leves, amit ugye mindenki ismer, mindenki főz disznóvágáskor, de így biztos, hogy senki, mert mindenki elhozta azt a receptet, amit otthon édesanyánk annak idején csinált, vagy csinál, és ez van összeötvezve. Például tormával tálaljuk, amit itt Gyergyóban igazából senki nem ismer. A különféle fogások nem csak bográcsban készültek, hanem grilleztek is a csapatok. A bordának 6 óra kell, a tépet húsnak készülő lapockának körülbelül 8 óra sütéspárolás szükséges, mondta a Gyergyói Baráti Társaság, a Betyár Böllér Banda nevében kedves honor, azzal a kiegészítéssel, hogy míg tavaly első részvételük alkalmával borsostokányt készítettek, addig idén elkapta őket a barbecue láz. Van bent lapocka, amiből tépet hús lesz, meg van bent 3 oldalas. És hát igen, az oldalast azt úgy magára, a tépet húsat, a szendvicsbe csináljuk, meg a kolbász az halapenyós, meg cheddar sajt van benne. A Győrúj baráti csapat azzal a jól bevált recept alapján készülő bográcsgulyással nevezett, amelyet otthon is készíteni szoktak baráti társaságban. Ez a csapat volt egyébként az, amely a győri középiskolához köthető, és amely a Gyergyószentmiklósi Fogarasi Mihály szakközépiskolával közösen indította útjára a városban a mehatronikai képzést, a korszerű ismeretek megszerzése és az itthon boldogulás érdekében. Mi ott baráti körben nagyon finom gulyásokat szoktunk főzni, de nem marhahúsból, hanem disznóhúsból, és ezért győr új baráti bográs gulyást csináltunk. És nagyon szeretjük ezt az ételt, és azt szeretnék, hogyha mások is megismernék itt ezeket az ízeket. Mi már 7 éve járunk ide. Egy felvidéki találkozó alkalmával hallott Győr Sövényháza polgármestere Hogstok Imre arról, hogy van Gyergyószent Miklóson egy olyan fesztivál, ahol a Kárpát-medence minden vidékéről jönnek jól főző csapatok, és akkor úgy gondolta, hogy nem hiányozhatnak innen ők sem. Főztjükben a csavar az volt, hogy halászlevet készítettek. Győr mellől jöttünk, nekünk van 2 folyónk, a Rápca és a Keszegér, és van egy halastavunk, és egy nagyon jó horgász egyesületünk, aki azonnal az ügy mögé állt, és ellátott bennünket alapanyaggal. Tehát mi halászlét főzünk ezen a versenyen, egy olyan dolgot, amit a székely ember csak úgy emleget, hogy ha már nagy a szegénység, akkor a székely megeszi a halat is. A 10. jubiláló Kárpát-medencei disznótoros fesztivál különlegességeként készítették el a Kárpát haza ízei nevet viselő 2019 adagos húsos káposztás ételt. A recept egyik kidolgozója Ambrus György, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség alelnöke, olimpiai Venezdíjas aranyérmes mesterszakács, a főzőfesztivál fővédnöke volt. A Kárpát-medencéről érkezett vendégek hozták bele az alapanyagot Magyarországról, Felvidékről, Újvidékről, és a Kárpát-medence ízek vannak benne. 200 kg sajt és húsból készült, 200 kg gyergyói káposztából készült, 30 kg makói hagyma van benne, 2 kg felvidéki fűszerpaprika van benne, és az ősi magyar ízvilág van benne, sóbors, köménymag, és a szakácsoknak a szíve van benne, és egy nagyon finom, a végén egy nagyon finom gyergyói 30%-os tejfölöllet lett egy picit könnyebbé téve ez a, hát egy székely káposztának mondott nagy étel, ami, ahogy mondtam, 2019 adagban készült.
A csapatoknál készülő ételt és a nagy bográsban főtt húsos káposztás egytálat is meg lehetett vásárolni a helyszínen, jelképes összeg ellenében, melyet idén a mozgássérült, mozgásszervi problémákkal küszködő gyerekek, fiatalok, felnőttek rehabilitációjával, mozgásfejlesztésével foglalkozó Esély Alapítványnak adományoztak. A sütés, főzés, kóstolgatás és a mustra közepette a jó hangulatot névzenekarok biztosították, értékelt a zsűri is, a gyerekek mindeközben pedig a Vaskertes Általános Iskola tornatermében berendezett zsibongóban kézműves foglalkozásokon tevékenykedhettek. A 10. Kárpát-medencei disznótoros fesztivál és sütemény mustra, valamint a Foralbolt vetélkedő első helyezettje leveses ételek kategóriájában a Viridisz lett, a káposztás ételek kategóriában Pusztavámi Vatkanok csapata bizonyult a legjobbnak, és Betyár Böllér banda készítette a legjobb húsos ételt. Az összetett versenyben első helyen a Viridisz végzett, második lett a Betyár Böllér banda, míg harmadiként a Pusztavámi Vatkanok kerültek ki. A legjobb Foralbort a Balatoni Borvilág nevű csapat készítette, a legfinomabb süteménnyel pedig Bence Etelka nevezett. A városnapok idején minden este volt nagy színpadi koncert helyi zenészekkel, 5-én gyermekbarát koncertre vártak mindenkit, 6-án a No Sugar együttes zenélt, a december 7-i fellépő pedig a Bagosi Brothers Company volt. Óriási tomboló közönség előtt léptek színpadra a Gyergyószent Miklósi együttesek, nagyon jól hangzó, népszerű dalaikat adva elő. Ebből láthatnak nézőink részleteket.
ha nem vagy itt. Hagyd nyugszik a napost, hadd nyugszom meg én. Jönnek a hosszú estik, jönnek, jönnek felé. Csak a baj, csak a bú, nem a senki szomorú, nincsen körülöttem. Csak te lépkedsz fel alá, azt tedd ide, ezt meg rá, gyere ide szépen. A Gyergyószent Miklósi Önkormányzat lakossági fórumra hívja azokat a külterület tulajdonosokat, akiknek a 129 domtartomány 130-147 disznóferedő néven ismert dűlőkben vannak területeik. A lakossági fórumon ismertetése kerül a Román Nemzeti Kataszteri és Telekkönyvi Program, melynek részeként megkötötték a második szerződést, az elkövetkezendőkben pedig a területek azonosítását is elvégzik. A jelenlegi fórum célja az informálás. A fórum helyszíne a Bocsárdi Angi Gabriela stúdióterme, időpontja pedig december 11-e, szerdán 16 óra. Kedd az utolsó nap, hogy bekapcsolódjanak a Székely honlapilap nagyszabású nyereményjátékába. Az ügyfélszolgáltatóknál kedden 16 óráig, online azonban egészen éjfélig elő lehet fizetni, és egyúttal esélyt kapni arra, hogy megnyerjék az értékes díjak egyikét. A Toyota Corolla személyautót, a fűnyíró traktort vagy a páros wellness hétvégét. Kozán István, a Székely honlapilap főszerkesztője és Fleisz Emőke marketing igazgató az utolsó méterekben a tapasztalatokról beszélt a Prima Rádió műsorában. Augusztus 29-én indította útjára a Székely honlapilap a nagyszabású nyereményjátékát, amelynek célja az volt, hogy az elmúlt időszak változásait követően ne csak brendet erősítsenek, hanem játszani hívják a régi és új olvasókat. Kozán István, a Székely honlapilap főszerkesztője a tapasztalatokat összegezte. És ekkor jött az a nagyszerű ötlet, tehát így utólag is ezt bátran kimerem jelenteni, az a nagyszerű ötlet, hogy ne csak brendet erősítsünk, hanem egy olyan játékkal is jelentkezzünk, amit szerintem fognak élvezni az olvasók. És így utólag kiderült, hogy valóban az a hipotézis, amit mi akkor elképzeltünk, hogy az olvasók fogják ezt élvezni és bekapcsolódnak, az megvalósult. Itt egy keveset nyilván érdemes beszélni arról is, hogy mit jelent ez marketing szempontjából, de ezt majd a kolléganőkre hagyom, hiszen az ők asztaluk, én ehhez nem értek. Tehát ezt helyes, mindenki maradjon a saját szakterületén. Igen. Annyit azonban engedjetek meg, vagy engedjél meg, hogy itt elmondjak, hogy az újságírók szempontjából viszont nagyon-nagyon fontos volt ez a kampány, és továbbra is fontos, mert ugye még nem járt le, de most már nagyon a vége felé járunk, de nagyon-nagyon fontos volt azért, mert számunkra érdemes volt megvizsgálnunk azt újságírók szempontjából, hogy hol tartunk mi. Tehát mit gondolnak rólunk az olvasók? Megvan-e még a bizalom?
az, amit időnként ugye a sajtó sokat tesz azért, hogy elveszítse az olvasók bizalmát, és hogy mi hol tartunk ebben, és itt most bátran kimerem jelenteni, hogy a visszajelzések jók. A nyereményjáték lehetőséget adott arra, hogy az olvasókkal találkozzanak, megismerjék az igényeket, kialakuljon egyfajta bizalom és személyes kapcsolat is a kiadó és a lapmunkatársaival. Nagyon izgalmas hónapokon vagyunk túl. Annak ellenére, hogy a teljes céget a feje tetejére állítottuk ezzel a kampánnyal, amiben nem feltétlenül volt első persze mindenki pozitívan jelen, ennek ellenére elmondhatom, hogy olyan lelkesedésbe keveredtünk mi is itt bent a játékosokkal együtt, hogy most már egy ilyen csapatépítő jellege is lett ennek a kampánynak. Nagyon szomorú mindenki a cégen belül, hogy a játékban nem vehetünk részt, de nagyon örülünk annak a sok beszélgetésnek, amit a kampány során az autó mellett sikerült az olvasókkal lefolytatnunk. Még mindig van lehetőség előfizetni a napilapra azoknak, akik részt vennének a nyereményjátékban kedden 16 óráig az ügyfélszolgálatoknál, illetve online kedden éjfélig. A fődíj egy vadonatúj Toyota Corolla személyautó, de egy fűnyíró traktort, valamint páros szovátai wellness hétvégét is lehet nyerni. Aki most gondolta meg magát, és most fizet elő, mondjuk abból a nemes célból, hogy önmagának egy fél évre, vagy egy egész évre való napi olvasmányt vegyen, vagy ne adj Isten ajándékba valamelyik családtagjának, és erre majd visszatérünk, hogy ez milyen jó ajándék tud lenni, az ugyanolyan eséllyel indul a sorsoláson, mint aki a vásárhelyi forgatagon fizetett elő még augusztusban. A két csavarról szeretnék beszélni, ami a kampányban van. Az egyik az, hogy nem csak fél éves előfizetéssel is játszani lehet, ez 210 bekerül, de aki nagyobb esélyt szeretne, annak megéri egy évre előfizetni, mert hogy akkor nem két szelvénnyel, hanem három szelvénnyel kerül az urnába. Ez pedig három esélyt jelent. A sorsolás december 13-án pénteken lesz Székelyudvarhelyen, közjegyző jelenlétében. Fontos, hogy a nyertesek elérhetőek legyenek telefonon, ha ugyanis a kisorsolt személyekkel 7 napon belül nem tudják felvenni a kapcsolatot, akkor a tartalékba kihúzott szelvényt nyilvánítják győztesnek. Két mérkőzést is játszott hazai pályán a Gyergyói Hoki Klub a hétvégén. Pénteken a Hoki Klub Budapestet fogadták, és elég nehezen sikerült gólt szerezni. Az első harmadban egyik hálóba sem jutott el a korong, de a második játék részben két góllal elhúztak a vendégek. Ezután azonban talpra állt a gyergyói csapat, előbb Péter Zsolt, majd Góga Attila volt eredményes, így a rendes játékidő végén 2-2 volt az állás. A hosszabbítás elején kihasználták az emberelőnyt, és Matt Roper találatával 3-2-re győztek, és 2 pontot gyűjtöttek. Szombaton este teljesen más játékképet láthatott a hazai közönség, a dunaújvárosi acélvikák ellen könnyedén nyerni tudtak. A vezető gólt Waldik szerezte meg, majd Vorobjev, Elekes Darabont Hunor és kétszer Ryan Rupert volt eredményes, míg a vendégek csak a harmadik játék részben tudtak szépíteni. 5-2-re győzött a Gyergyói Hoki Klub. Az Erste Ligában a pirosfehérek legközelebb december 27-én játszanak, akkor a Csíkszeredai Sportklub látogat Gyergyószentmiklósra. Két játékos is távozott a Gyergyói Hoki Klubtól, ismertette a csapat vezetősége. Közleményükből kiderül, hogy Albert Zagidulintól nehéz szívvel, de meg kellett várjanak. Az indoklás szerint nem volt könnyű a döntés, keresve az edző által kijelölt játékstílushoz a legmegfelelőbb összeállítást. Olyan feladat elé kerültek, amikor nem jó és rossz, hanem több lehetséges jó irány közül kellett választani. Azt is figyelembe kellett vegyék, hogy a légiós szabály miatt akár egy jó játékos is hosszabb ideig nem kaphat lehetőséget, és emiatt is szükség volt a keret szűkítésére. Florin Kreange szereplését sokáig sérülés hátráltatta, majd nem tudott előrébb kerülni a saját posztján, így kérte, hogy más klubhoz távozhasson, ahol több lehetőséget kaphat.
Ezek voltak híreink, köszönöm figyelmüket, szép estét, a holnapi viszontlátásra!